Udvarhelyen 5 művelődési intézmény tart fenn az önkormányzat, 4-nek a menedzseri tervét elemezték. A Házrezső Múzeum igazgatója ezúttal nem került górcső alá, hisz még 2 évig érvényes szerződése van a Városházával. Az ebből a célból megalakult bizottságokat tanácsosi testület által még szeptemberben elfogadott kritériumrendszer szerint vizsgálták a vezetők munkáját. Az elbíráló bizottságokban más városokból hívott kulturális szakemberek, a Városháza munkatársai és önkormányzati képviselők kaptak helyet. Van 6 kategória, ami értékeli az intézmény vezetőnek a munkáját, gazdasági, fejlődési, meg szervezési, meg nagyon-nagyon sok szempontból. És ez a 6 kritériumrendszernek először is van egy pontozása. Példát mondok, tehát a gazdasági szempontból 3-as a maximális jegy, ami adható. És az igazgatók által leadott anyag, abból az derül ki, hogy már pedig ez az igazgató egy jó gazda, és a bizottsági tag mégiscsak 2-est ad például, akkor ez egyértelműen kilóg a lólap, hogy itt arról van szó, hogy valakit le akarunk nyomni. Tehát ezért mondom, hogy a kritériumrendszer egységes, nagyon jól kitalált, nem mondom, hogy az emberi tényező teljesen kizárható, de 90%-ban nem. Elekes Gyula a Művelődési Ház, Nagy Pál a Tomcsa Sándor Színház, Szabó Károly a Városi Könyvtár és Miklós Levente az Udvarhely Táncműhely igazgatója október 22-ig kellett leadjon egy beszámolót, utóbbi kivételével egy interjú során mindenikük megvédhette eddigi munkáját. Egyedül Elekes Gyula kapott olyan minősítést, azaz 9,05-öt, amely automatikusan a menedzseri szerződés meghosszabbítását jelenti. Szabó Károly könyvtár igazgató és Nagy Pál színház igazgató munkáját 8,50 körülire értékelték, ők adott esetben újra megpályázhatják a tisztséget. A táncműhely vezetőjének, Miklós Leventének pedig nem javasolják ezt. Az ő tevékenységére ugyanis mindössze 4,93-as minősítést adtak. Kulcsár Székely Attila elmondása szerint a témában érintett intézmény vezetők előtt egy kivételével továbbra is nyitva áll az ajtó. Szerintem a bizottságok jól végezték, becsülettel végezték a munkájukat. Ha mindenkit rögtön csak úgy 9-essel átengednek, akkor meg azért lenne felzúdulás, hogy persze tudtuk, hogy ez az egész egy kirakat dolog. Nem, itt én becsületesen állítom, hogy a bizottságok jól elvégezték a munkájukat, egy igazgató a 4-ből valóban nem ment át, a másik 3-nak csak annyi volt a jelzés, hogy vannak kifogások a munkáikkal kapcsolatban, de az ajtó még mindig előttük nyitva áll. A D3 Hírek megkereste az érintetteket, akiket arra kért, hogy véleményezzék a bizottság értékelését, valamint a továbbiakra is rákérdeztünk. Szabó Károly azt mondta, elégedett az értékeléssel, ezért nem kívánja megfellebbezni azt. Ugyanakkor amennyiben versenyvizsgát írnak ki a tisztségért, azon már biztosan nem fog részt venni. Ezzel szemben Nagy Pál megfellebbezi az osztályzatot, mert úgy érzi, hogy az a munka, amit a társulattal közösen letettek az asztalra, a kapottnál jobb minősítést érdemel. A továbbiakról pedig az óvá eredményétől függően dönt majd. Elekes Gyula örül annak, hogy a bizottság bizalmat szavazott neki, így azt tervezi, hogy tovább folytatja a munkát. Az Udvarhely Táncműhely igazgatója Miklós Levente megkeresésünkre azt mondta, úgy érzi, hogy ezzel a minősítéssel az ő és a táncműhely eddigi tevékenységét is megalázták. Úgy véli, becsülettel és tisztességgel végezte munkáját az elmúlt 7 évben, s hogy a bizottság számos procedurális hibát követett el, például a minősítés nyilvánosságra hozásával kapcsolatosan, vagy akkor, amikor nem adott neki lehetőséget a dolgozat megvédésére, ezek ellen fellebbezni fog. Az óvásokat november 12-ig lehet benyújtani.